Fantasztikus programokkal és koncertekkel immár 13. alkalommal rendezték meg az Ócsai Vigasságokat, amelyen többek között a főzőverseny, a zenés táncos showműsor, Szikora Robi és az Ergo, valamint tűzijáték is az ócsaiak szórakoztatását szolgálta. A várossáválás évfordulója tiszteletére rendezett programsorozat kiemelt része volt a főzőverseny és a pogácsasütő verseny, mely sok érdeklődőt vonzott. A pogácsasütők között Tótné Kis Szilvia külön díjas lett, Csoki Mama a harmadik helyen végzett, Szabó Gáborné a második lett, míg a legjobbnak Dobovszki Maja és Szondi Gabriella bizonyult. A pörköltek esetében külön díjasok lettek, a Halászi Iskola első C-osztályos diákjai, Varga Zoltán pedig megkapta a Fehér Asztal lovagrend kis serlegét. A harmadik helyezett a kakaszpörkölt a túrós csiszával elkészítő polgármesteri hivatal csapata, míg a második a szomszédok lettek a hőskoros kacsapörköltjükkel, az első díjat pedig a gyöngyfűkből készült tápolós raguleves főző műszik csapata nyerte el. Miközben bárki megtekinthette a kirakódó vásárt is, a zsűri elnök arról beszélt kameránk előtt, hogy a magyar ember mennyire szereti a pörköltet. Tőle tudtuk meg azt is, hogy a versenyen az a fiatal kacsa volt a sláger, amelyhez a versenyző remek köretet is hozzáadott. Ha pörköltről beszélünk, tudják, hogy rólunk magyarokról van szó. Ez nemzeti ételünk, nem véletlenül a fűszerezése is, nem véletlenül adta Jóisten nekünk a piros-fehér-zöld zászlót, hiszen a fűszerezést is ebbe rejlik. Piros a paprika, fehér a só, zöld a gyimgyom. Hanyadik a paprika? Harmadik. Egy kiló hús, három deka paprika, két deka só, egy deka gyimgyom. Hát a magyar ember ezt szereti, a pörköltet, akár hidegen, melegen, vagy bármilyen húsból készüljön is az. Mi volt ebbe az évben a sláger, milyen állatból készítették a pörköltet? Hát itt már volt mindenből, kecskéből, birkából, bárányból, bivajból, szürke marhából, hát itt volt mindenből, de hát a lényeg az, egy jó pörkölt szaftja, sűrű, vörös színű, tömény, és nem pedig 400-at úszik a vízbe. Ez nagyon fontos dolog. És választjuk meg hozzá a köretet, ha lehetséges többfajta köretet adjunk, mert van, aki rizssel, van, aki galuskával, valaki burgonyával szereti. Úgyhogy mindenkinek adjuk meg a földi gyönyöröket. Volt-e olyan étel, ami elnyerte önnek külön a tetszését? Ha volt egy kacsa, egy fiatal tinédzser kacsa, nagyon kellemes fűszerezés volt, jól volt megsütve, megpárolva, és remek köretet adott hozzá. Mert a köret az kiegészíti a húsételt, erre nagyon oda kell figyelni. A Vigasságokon a hagyományőrzők is felléptek. Ez a kislány bele-bele nézz a tükörbe. Édes anyám, jól vagyok egy festben. Jól vagy lányom, nem látszik meg. Nem járok én piros, de
polgármester kérdésünkre válaszolva arról beszélt, hogy 13 éve miért hozták létre ezt a mára nagy sikerű programot, majd a szervezésről és a városi fejlesztésekről, így az útfelújításokról és a közterek felújításáról is tájékoztatott. Van egy esemény, várossá váltunk, nyilván ez egy nagy dolog, és ezt ünnepeljük meg, és innen jött az egész sorozat. Főzőversenyen készült ki a rendezvény, mennyi csapat versenyzett? Hát most 12 csapat nevezett, én azt mondom, ez egy jó szám. Tehát egy jó pár évvel ezelőtt még nem volt főzőverseny, ment magától ez a rendezvény, és akkor gondoltuk, hogy hát ugye a magyar szeret enni, szeret inni, de inkább szeret főzni, hát akkor miért ne hozzuk így ide az embereket, és úgy néz ki, hogy ez bevált, hisz ma már nem csak a helyi kisparáti közösségek vannak itt, hanem a városban levő cégek is neveztek, úgyhogy szerintem ez egy szerencsés dolog volt. Mi alapján alakítják ki a programot, tehát hogy kik lesznek a fellépők, és hogy kik lesznek azok, akik részt vesznek a civil szervezetek közül? Hát igazából ugye van egy szabadidő központ, aki az egészet szervezi, és nyilván sokat egyeztetünk arra, hogy ki jöjjön, hogy jöjjön, melyik művész jön rá, de elsősorban az a lényeg, hogy egy nagy tömeget tudjunk megmozgatni, és minél szélesebb kört tudjunk ide hívni, és hát egy közös szervezés, közös rendezvény. Tulajdonképpen ez a terület hiába lett egy kicsit most kibővítve, én kicsinek látom, lehet ezt a rendezvényt itt bővíteni? Hát ez mindig egy nagy kérdés, hogy kinek szervezik ezt a rendezvényt, csak magunknak, Ócsajaknak, vagy szeretnénk kirépni egy fesztivált készíteni ebből. Én azt gondolom, hogy ma már Magyarországon rengeteg fesztivál van, mindenféle gasztronómia vagy zenei fesztivál, mi nem akarunk ebbe a sorba beállni, mi maradnánk ezt magunknak, Ócsajaknak és persze a környékbelieknek szervezzük, úgyhogy talán elfelejtjük itt jövőre, de lehet, hogy jövőre majd egy másik helyszínre visszük, meglátjuk. Milyen tervei vannak a városon belül, milyen fejlesztések futnak most a városban? Hát, ami a nagy fejlesztés, mi el fog indulni, ez az óvodánknak a belső felújítása. Egy kicsit késtünk vele, nem volt könnyű elindítani, de most már a közbeszerzés az zajlik, úgyhogy megoldjuk. Köszönöm a szülőknek, a nevelőknek, a gyerekeknek azt, hogy a összevont óvodában is el tudják viselni a körülményeket. Ez az egyik, a másik, ha minden jól megy, és már pedig jól megy, akkor utakat fogunk felújítani, aszfaltozni fogunk, és hát készülünk a jövő évre. Az én mottom a jövőre az, hogy köztereket újítsunk fel, parkokat alakítsunk ki, úgyhogy ilyen közösségi tereket szeretnék a jövőben összehozni, de ez csak 2019-ben. A városi rangot el kellett érni egy bizonyos szinten, mennyire tartja ezt Ócsa városa, tehát mennyire városnak város Ócsa? Hát, ahogy hallom az itt lakókat, mindig azt mondják, nyilván egy kicsit ez ilyen negatív, ez még mindig falu, de nem baj, maradjon ez falu, ugye vannak követelmények, hogy mitől lesz egy város-város. Nyilván az infrastruktúra, az oktatás, az mind megfelelt akkor 13 évvel ezelőtt, hogy város legyünk, de hát itt a főváros közelében ezt nehéz mindig, hogy akkor város vagyunk, vagy falu. Mitől város egy város? Nem lesz metrónk, nem lesz repterünk, és sajnos meg kevesebb a lovaskocsi, meg a kakaskukorékolás is. Tehát egy ilyen falusias város vagyunk, én azt gondolom. Polgármester úrnak, ha lehetne egy kívánsága, mit szeretne, mit kívánna a városnak, a településnek, amit most úgy megkaphatna? Hú, szerintem a legegyszerűbb válasz az, hogy sok pénz, de nem igaz, mert pénznek is mindent meg lehet oldani. Tehát szerintem ezt, ami itt van, tehát hogy sok ember mindig jól érezze magát, jöjjön el, és próbáljunk közösen tenni a városért, mert közösen összefogunk, és nem kötözködünk, bár nyilván nem kell mindent szólnunkra hagyni, de együtt gondolkodunk, együtt csinálunk, akkor jó lesz még pénz nélkül is. Ócsa várossá válásának évfordulóját már hagyományosan egy 800 szeletes csokoládétortával is megünnepelték. Erről beszélt a helyi kultúrát napi szinten művelő és szervező egyesület elnöke. Egy szelet édes finomságot mindenki megkóstolhatott. Ezelőtt 9 évvel született az ötlet, hogy mi lenne, hogyha az egyesületünk egy tortával lepné meg a Városi Bigasság vendégeit, és 9 éve minden évben különböző méretű, 250 szeletessel kezdtünk, és bizony tavaly már 900 szeletesre sikeredett ez a torta. Az idén egy kis változás történt, mert eddig 5 ócsai cukrász szakács készítette a tortát, az idén viszont a Dabasi Borcukrászda készíti a tortát. Nagy várakozással állunk elé, az idén csokoládétorta lesz. Idén hány szeletes lesz? Az idén 800 szeletes lesz a torta,
Hát reméljük, hogy elég lesz. A 900 szeletes, ha elfogyott, akkor reméljük, hogy a 800 is elfogy. Mivel foglalkozik az önök egyesülete, ha nem tortát készít? Gyakorlatilag a kultúrát próbáljuk a napi szinten művelni. Gyerekeket közelítünk meg, úgyhogy sakversenyt rendezünk minden évben, az is már a 10. alkalommal történt megrendezésre. Kávéházi estéket szervezünk, ahol egy évben egyszer van módunk híres embert meghívni, ugye akkor finanszírozza az önkormányzat. Egyébként meg a helyi hírességeket, akik elkerültek a városból, de olyan feladatot látnak el, ami közérdeklődésre ad számot. Hány tagja van az egyesületnek? Nem vagyunk sokan, mi egy egész kis mag vagyunk, de a célunk az mindig, hogy nagy tömeget vagy nagyobb társaságot szólítsunk meg. Gyakorlatilag 32 tagból állunk. A főzés mellett a mozgásé volt a főszerep. Ezt bizonyítandó Ócsáról nem hiányozhatott a reggeli közös futás után a Kengú bemutató, az óriás csocsóbajnokság, az interaktív zenés mesejáték, a zenés-táncos show műsor, valamint a tánciskolák fellépése sem. Ezt követően retrósót és tűzijátékot tartottak, majd pedig Szikora Robert és az Ergo élő koncertjek következett, majd egy retropartival zárták a programot.